Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Padödő otthon, minden nap edzenek és gyakorolnak a Pécsi Balett tagjai. 150. előadása lenne a Padlásnak, a Pécsi Nemzeti Színház közönség kedvenc darabja, péntektől látható az interneten. Tegyél ki egy szívet az ablakba, már több mint 6000 követője van a kezdeményezésnek. A teraszkorlátot használja balettrútként a Pécsi Balett fiatal táncosa Balog Csongor. A karantén miatt a társulat sem tart közös edzéseket, de az erőnlét megőrzése és a technika csiszolása nem maradhat el. A rúdgyakit azt napi szinten meg tudom csinálni, vagy kint a teraszon, hogyha az idő engedi, ott több a hely, vagy pedig itt benne a lakásban a fal mellett. A másik, ami, hogy nézem a repertoáron lévő daraboknak a felvételét. Azt nem napi szinten, de hogy azt azért azt is emlékezetben kell tartani nyilván. A balettművészek szerint az egyéni gyakorlásban jut idő azon területek fejlesztésére is, amelyekre a közös edzések során kevesebb lehetőség adódik. Ám elismerték, az otthoni munka más, mint a társulatban végzett közös gyakorlás. Egész szombatig minden egyes napot klasszikus balettórával kezdtünk, és azért valamilyen szinten beleibódnak gyakorlatsorok, gyakorlatok az ember fejébe, és szerintem magunknak is össze tudunk rakni egy kisebb balettórát. Tehát tudjuk a lépéseket, tudjuk, hogy miután mi jöhet, mi nem jöhet, viszont nem sokkal egyszerűbb, meg nekem például motiválóbb az, hogy közösen csináljuk ezeket a gyakorlatokat, és a balettmester mondja, figyel, javít. Éppen ezért jövő héttől online edzésbe kezdenek a Pécsi Balett művészei, az elvégzett munkáról pedig videóban számolnak be. Eddig az volt, hogy egyéni munkavégzés, tehát különböző fájlokat felraklott a balettmesterünk, amiket lehet elvégezni gyakorlatokat, és hétfőtől viszont online balettóra lesz, ami mindenki számára kötelező, önérdek is, mert hát formában, amikor a dolognak vége van, egyre több idő telik el, akkor bizony nagyon gyorsan kell produkálni, és akkor, ha nincs valamilyen fajta karbantartás, akkor sérülések lesznek. A Pécsi Balett ugyanis premierre készül. Március végén lett volna a Piroska és a Farkas című mesebalett bemutatója, ám ez a járvány végére tolódik. A táncosok azonban arra készülnek, hogy amint feloldják a veszélyhelyzetet, színpadra állnak a darabbal, ami egy igen erőteljes balett jelenettel kezdődik, ezért szükséges, hogy a balettművészek kiváló formában maradjanak a szükségből megélt szünet alatt is. Ez jó lesz. 145-ször gördült fel a függöny a Padlás előadásán a Pécsi Nemzeti Színházban, ezzel pedig rekordot döntött. Soha ennyiszer nem játszottak egy előadást nem fővárosi teátrumban, nagy színpadon. A Padlás Budapesten több évtizede, Pécset 2013 óta vonzza a közönséget. A szilvásbombót minden gyerek kedvence, a fényévtávolság, ami ugye a legendás felvétel, Kasszás Attila felvétele talán mindenhol ismert. Úgyhogy mindenkinek ismerősen csengenek ezek a dallamok, ezek a szereplők, és ezért valószínűleg a szülők át szeretnék adni a gyereküknek, tehát elviszik erre az előadásra, és ők is élvezik, tehát ez nem csak a gyerekeknek szól. A Padlás örökérvényű meséje ugyanis éppen az elmúlás, a múlttal való együttélés kapcsolatát mutatja be. Azt gondolom, hogy az üzenet az a fináléban rejlik, ugye, hogy kell egy hely, ahol találkozhatunk, ahol elbúcsúzhatunk a szeretteknél, és ad valami hihetetlen erőt a hívőknek és nem hívőknek abban, hogy a lelkünk és a jóság az átjön a csillagokban, és hogy tudunk a régiekkel, a mostaniakkal együtt lenni lélekben, és erre azt gondolom, hogyha valamikor, akkor most igazán nagy szükségünk van. A Padlás 150. előadását ugyanis ezen a héten játszották volna, ám a koronavírus járvány miatt az előadások a veszélyhelyzet feloldásáig elmaradnak. A népszerű Rekorder musicalt viszont a közönség március 27-től 3 napon át megtekintheti a Pécsi Nemzeti Színház YouTube csatornáján.
Egyre többen hála tapsolnak Pécsett. Az esti tapsokkal a járvány ideje alatt is dolgozók munkáját köszönik meg. Péntektől újabb csoport kapcsolódik be az esti tapsba, ami veletek ti értünk szlogennel meghirdetett kezdeményezéssel az egészségügyben dolgozók munkáját szeretnék elismerni. Az újabb hálataps akcióhoz bárki csatlakozhat, csak annyit kell tennie, hogy március 27-én este 8-kor kiáll az erkélyére vagy ablakába, és nagy tapssal mond köszönetet azoknak az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek és kutatóknak, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak a koronavírus járvány lelassításáért. Pénteken este 8 órakor, aki ahol van, tehát aki otthon van, az nyissa ki az ablakát, vagy álljon ki egy 5 percre az erkélyre, és tapsolja meg őket. Aki kocsiban ül, az esetleg egy rövid dudaszóval, vagy bármivel jelezze, hogy ő is részt vesz. A szervezők bíznak abban, hogy minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, és ilyen formában is megköszönhetik az egészségügyben dolgozók munkáját. Ám a taps nem csak nekik szól, hanem a kereskedelemben, házhozszállításban, fuvarozásban, vagy akár a postán dolgozóknak. Mindenkinek, aki nem végezheti otthon, a négy fal között a munkáját. Tegyél ki egy szívet az ablakba. Az ablakokba kiragasztott piros szív a hála és a köszönet jele mindazoknak, akik a járvány idején értünk dolgoznak. Egy királyegyházi édesanya kezdeményezésére jött létre a Piros Szíves Facebook csoport, ami az első napon már közel 2000, mostanra több mint 6,500 tagot számlál. A csoportban az otthon maradó óvodások és iskolások az értük dolgozók munkáját köszönik meg az ablakokba kiragasztott szívekkel. Kettős célja van ennek a kezdeményezésnek. Egyrészt felelősségteljes gondolkodásra igyekszünk otthon maradt szülőként nevelni a gyermekeinket, megmutatni nekik, hogy mennyire fontos a közösség, mennyire fontos az a munka, amit azok az emberek végeznek, akiknek muszáj minden reggel felkelniük és elmenniük dolgozniuk a munkahelyekre, azért, hogy mi otthon maradhassunk biztonságban, és ne betegedjünk meg. Számukra fontos, hogy a gyerekek is értsék és érezzék ennek a helyzetnek a súlyát, viszont tanulják meg azt is, hogy egy ilyen helyzetben mi a legméltóbb magatartás. Szinte percről percre töltik fel a fényképeket a szülők, akik a gyerekekkel közösen rajzolják, színezik, vágják és ragasztják a szíveket. Az eredetileg pécsi kezdeményezéshez már országszerte csatlakoztak. Baranya megye szinte minden települése mellett egyre több papír szív díszíti Budapest, Körmend, Hernád, Somogy és sok-sok falu és város ablakait. A szervezők azt remélik, a piros szívek láttán mosolyt csalhatnak, a munkában megfáradt orvosok, ápolók, rendőrök, tűzoltók, gyógyszerészek, bolti eladók és a többi értünk dolgozó arcára. Átmeneti forgalomkorlátozásra kell számítani a Jakab-hegyi úton. A Tettye Forrásház ZRT munkatársai hibajavítási munkálatokat végeznek. A javítás idejére lezárták a Jakab-hegyi út 2 és 4 közötti szakaszát. A teljes szélességi útkorlátozás miatt a Jakab-hegyi út március 27-éig Zsák utcává vált a Kürt utca és Mikes-Kelemen utca közötti szakaszon. A hibajavítást követő burkolat helyreállítás már félpályás haladás biztosítása mellett zajlik. Szombattól várhatóan április 1-ig az érintett szakaszon a Jakab-hegyi út déli sávja újra járható lesz. Április 2-ától pedig ismét teljes szélességben használhatják az autósok az utat. A javítási munkák idejére a Mikes-Kelemen utca, Tiborcz utca, Kürt utca, Szigeti úton kijelölt terelő útvonal használata javasolt. Főbb híreink még egyszer röviden. Padödő otthon. Minden nap edzenek és gyakorolnak a Pécsi Balett tagjai. 150. előadása lenne a Padlásnak. A Pécsi Nemzeti Színház közönségkedvenc darabja péntektől látható az interneten. Tegyél ki egy szívet az ablakba, már több mint 6000 követője van a kezdeményezésnek. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön késő este felhős lesz az ég Pécsett, a levegő 6 fokig hűl le, pénteken enyhe lesz a reggel, 5 fokot mérhetünk. Napközben eleinte napos, majd változóan felhős lesz az égbolt, csapadék nem várható. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkül, felerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!